Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szentséges Isten, mindenekre szívünk és ajkunk téged állt. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, énekelje minden, dicsérjen Isten téged a világ. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, dicsérnek téged, tiszta égi lélek, szeráfok, kérubok. Néked, Úrunk Isten, hódolattal zengnek, allelujázva mind az angyalok. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nem látja a fényel, nem csodálhat téged a bűnös földi szem. Mindenható Isten, mégis bízik lelkem, meglátlak téged majd a mennyben fenn. Megláttam az Istent. Évszázados tölgyek alatt megpihentem, csörgedező patakpartján felüdültem, csodás madárdaltól visszhangzott az erdő, keringett felettem a sok bárány felhő. Nem tudtam, mit nézek, úgy örült a lelkem, s ahol senki sem volt, az Istent kerestem. Néztem az Istent fűszálban, virágban, picin porszemben, hatalmas szálfában, óriás sziklák közt, tajtékzó habokban, harmadban, könycsebben. Pókok, hangyák munkáját figyeltem, s reggeltől napestig az Istent kerestem. Néztem a pillangok színpompás ruháját, legelő juhoknak jó meleg bundáját, a sast fent a légben, a harkályt a fákon, fakadó bimbokat a gyümölcsfaágon. Este a csillagok millióját lestem, szivárvány hídján is az Istent kerestem. Vonaton utaztam, többször gyalog jártam. Reggel völgyben, este hegytetején álltam. Bagoly húhogás köz szakadt le rám az éj. Valaki biztatott, veled vagyok, ne félj. Ó, mennyi mindent láttam, gyárakat, bányákat, bányász lámpával jártam a tárnákat, óriás gépeket köztük valamennyi, mellette az ember csak alig porszemnyi, de agy és kéz alkotta, de az erőt és tudást vajon kiadta. Ó, mennyit töprengtem, hogy világot kialkotta, hogy kirakta az égre a holdat s a napot, hogy kiirányítja a csillagok járását, tenger morajlását s a szél zúgását, s hogy költök s bölcsek agyát kigyújtott a lángra, s hogy kiteremtett minket a világra. Elsárgult lapokon kutattam, kerestem, megilletődtem, ha moziumban mentem, ha szép festményt láttam, vagy gyönyörű szobrot, vagy anyát, ki méhében új életet hordott. Fáradt lelkem, nyugtott vajon mikor lelhetsz? Kerestem az Istent, hogy miért teremtett. Szeretni,
gyűlölni, egymást épni, marni, hiszen jó az élet, ha csak tudjunk akarni. A názáreti bölcs egy új utat mutatott, midőn a kereszttel Golgotára tartott. Szeressétek egymást, erre tanít minket. Nem keresem tovább, meglertem az Istent. Köszönöm. Bajor László, retesz. Vad bőzdörömbölés a szíve ajtaján, remegve húzódom meg. Kibírja talán? A retesz, az ár, mit Jézus szerkesztett oda, de az sem volna már csoda, ha betörne, hisz annyira kopott szegény. Annyiszor zártam már ki és be én. Eleinte csak halkan kopogott, beosront, csendben hallgatott egy-egy bűn vagy egy-egy gondolat. De minél többször járta az utat, annál követelőzőbb lett. És mindig kisebb volt az erő, mely ellenállt, és benn mindig nagyobb és nagyobb térre talált. És én engedelmes alázatosságban megnyugodtam el útrak szolgaságba, és mindig kinyitottam a szívem ajtaját. De egyszer jött a mester megnézni a zárt, és megkérdezte, utálom-e a bűnt. Nekem ez nagyon különösnek tűnt, hiszen a zsarnokot mindenki utálja. Megszabadulni. Ez volt szívem vágya. Gyermekem, úgy ne toljad többé félre a zárt. Többet nem kérdezett, nem beszélt, nem várt. Sietett tovább a szíveket vizsgálni, nem volt hajlandó a szívemben megállni. Az ajtóra toltam a kopott reteszt, és ekkor látom, hogy az egy fénylő kereszt, mely tündökölni kezdett fényesen. De felcsattant a kopogás élesen. És eltűnt lassan tompulva a fény. Ijedten, félénken húzódtam meg én, vajon mi lesz? A dörömbölés vadul erősbödött, s kint valaki dühösen felnyögött. Mi ez? Nyissad ki hát az ajtót rögtön, nem lehet a szíved bezárt börtön. A vágy van itt, a régi jó barát. Hallgatok, és nem nyitom fel szívem ajtaját. Mind dühösebben dörömbölni kezd, és én fénylő szívvel nézem a reteszt. Ímé újból lassan fényleni kezd, és én nagy űrt érzek szívem belsején, most először. Ez vajon mi lehet? Imára kulcsolom lassan a kezem. A dörömbölés lassan erősödik, s a szenvedély az, mely most kint küzdködik a fénylőn ragyogó retesz erejével, s próbálkoznak most már kettesével. Ma jönnek sorba, jön az élvezet, a harag, a bírvágy és a gyűlölet, a káröröm, a düh, az indulat, féltékenység s a rossz hangulat, az étvágy, a pénz, az unatkozás. És ki tudna felsorolni minden tarka sort, mely kopog, dörömbös, az ajtomra ront, szüntelen, agresszív kitartással, beszél, kiabál, lázas unszolással. Vad bőzdörömbölés a szívem ajtaján, remegve húzódom meg. Kibírja talán? A retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda. De az se volna már csoda, ha betörne, hisz annyira kopott szegény, annyiszor zártam már ki és be én. Magam se hittem, a retesz ellenállt, s a bűn odakint bármit kiabál, bízni kezdek a fénylő reteszben, Jézusomtól nyert csodás keresztben. A szívemben érzett hatalmas űr kiált, s felfokozza a halkan szőtt imát. Zsolozsma száll fel az egek urához, s a bűn odakint bármit kiáltoz, a retesz fénylik, ragyog, tündököl. De én már nem is dühöng a bűn ököl.
Mély csend lett, áhítatos szent magány. Ilyen a menny előcsarnoka talán. Egyszer csak halk neszt kopogása kér, valaki szerényen bebocsájtást kér. Bátor lélekkel az ajtóhoz megyek, kitárom, s mit látok, hatalmas egek, egy fényes sor vonul be csendesen. Egyiket, másikat fel is ismerem. Ez itt a béke, ez a nyugalom. Itt jön a derű és a vigalom. A hűség, jóság és a szeretet. Vigasztalás megy szárít könnyeket. Szelítség, alázat, kitartás, tűrés, könyörület, egymást megbecsülés. Ó, mi sor, s ezt nélkülöztem én, de én a sor legvégén jön maga az Úr, a drága mester egy fényből ragyogó, csodás szent kereszttel. Akkor látom, hogy ez az én keresztem, s az ajtón őt is csendbe beeresztem, s akkor betelt a szívem minden kis zuga, s most már benn maradt az ég és föld ura. Hinnét taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Hinnét fel szívemet, buzduljon feleket, gyűjteni lelkeket, kérni. Meleg szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy ilyen népesen vagyunk együtt itt Siófokon, és mondhatnánk áment is, igaz? Egy Isten tiszteletnek vége. Az énekszámok, a költemények, Isten tisztelet, testvéreim. Énekkel és költeménnyel is Isten dicsőítjük és magasztaljuk. Kétségtelen fontos az ő igéje is, de fontos az énekszám, és mindaz, ami szívünkből, lelkünkből fakad, hogy a mi Urunk ezen a napon, azon a napon, amelyet ő rendelt ünnepnek, amely a menny és a föld egyetlen igazi ünnepnapja, mi magasztaljuk és dicsérjük, és áldjuk az ő szent és nagy nevét. A Máté evangélium a 24. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a fejezet első 3 versét. Máté evangélium a 24. fejezetének első 3 versét olvassuk el. És kijövén Jézus a templomból, tovább méne, és hozzá menének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok én mindezeket. Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek,
és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Ismert gondolatok. Jól ismerjük Máté evangélium a 24. fejezetét. Jézus eljövetének jeleiről van itt szó. Ő maga mondja, hogy milyen jelei lesznek az ő dicsőséges második eljövetelének. Képzeletben legyünk ott testvéreim Jézussal és a tanítványokkal. Jézus tanítványaival kijön a templomból. És a tanítványok mutogatják néki a csodálatos templomot. Valóban csodálatos építmény volt az abban az időben. És örvendenek és boldogok a látványnak. És gondoljuk el, hogy mit jelentett Jézusnak a válasza. Azt mondta nékik, hogy bizony itt kövön nem marad. Óriási kijelentés volt ez. Érzékelték a tanítványok is. Foglalkoztatta őket ez a gondolat, mikor mentek kifelé az olajfák hegyére. És amikor kimentek, akkor Jézust megkérdezték. Arra célozva, amit ő mondott, hogy itt nem marad kőkövön. Elpusztul az a gyönyörű építmény. Világ, akkor világ egyik legcsodálatosabb, legszebb, leggazdagabb építménye. És Jézus Krisztus választ ad nékik, a tanítványoknak. Kérdés az, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Ez mindig kérdés, testvérei, minden korban kérdés. Micsoda jele lesz Jézus Krisztus eljövetelének? És lássuk, össze van kapcsolva Jézus eljövetele a világ végével. Tanítványok bizonyára arra gondoltak, hogy annak a csodálatos templomnak a lerombolása, végpusztulása, csak a világ végekor lehetséges. Kizárt minden más dolog. Jézus nem arra célzott. Nagyon jól tudta, hogy néhány évtized eltelik, és bizony ott kőkövön nem lesz. És a zsidóknak el kell hagyniuk örök időkre az ő otthonukat, hazájukat. A római impérium döntése szerint. Igen, testvéreim, nagyon fontos dolog Jézus eljövetelével foglalkozni, jeleket látni. Tanítványok nem időpontról érdeklődtek Jézusnál, eszükbe sem jutott, látjuk. A hívő ember minden korban a jeleket kutatja. Jeleket kell látni. Mindig a jelek szólítanak meg bennünket. És ez ma is így van, ma is nagyon fontos Jézus eljövetének jeleit látni. Én azt hiszem, hogy ma már nagyon könnyű látni a jeleket. De komolyan vesszük-e? Nem beszélünk most a világi emberekről, akik talán nem is hisznek, vagy a maguk módján hisznek, ki tudja milyen ábrándok, elképzelések szerint hisznek, vagy töltik meg hitüket, hanem mi hogyan készülünk a Jézussal való találkozásra. Akkor, amikor látjuk a jeleket, és megszólítanak bennünket a jelek. Kutat a mai ember is. Érdekli a jövő a mai embert. És mondhatnánk, hogy nagyon helyes, így van rendjén. Mert érdekel bennünket, mi lesz a mi családunkkal, gyermekeinkkel, stb. Mindaz, ami hozzánk tartozik, ami nélkül nem vagyunk. Nincs reménység. És mindannyiunknak látni kell azt, amire Jézus utal. És könnyű látni, hadd mondjam újra és újra, azokat a jeleket. Mondd meg a jövőt. Érdeklődnek a tanítványok. És Jézus elkezdi mondani az ő eljövetelének a jeleit.
Sajnos sok ember ma nem Jézustól tudakozódik. Nem megy oda Jézushoz. Szomorú dolog ez, testvéreim, valóban nagyon szomorú, de mindig voltak olyanok, akik Jézushoz mennek. Jézus kérdezik meg. Az a fontos, amit Jézus mond. Higgyük el, valóban az a fontos, amit Jézus Krisztus, ami szeretet megváltunk, mond nékünk. Mert az az igazi reménység, és az, ami jövőnknek a biztosítéka. Jézus nem változik az idővel, ő kezdettől fogva mindig ugyanaz, nincs az idő korlátjai közé szorítva, nem úgy, mint mi emberek. És sokszor éppen ezért helytelenül látjuk a jövőt. Akkor, ha nem megyünk Jézushoz, nyilván csak akkor. Jézus mindig táplálja mi reménységünket. Arra utal, mi az ember célja ezen a földön, mi az, ami az embert valóban reménységgel tölti meg, és nekünk fel kell készülni arra a nagy igazságra, ami az élet értelme, Jézussal való találkozás. Ő beszélt arról, gondoljunk a János evangélium a 14. fejezetére, amikor az ő búcsú beszédét azzal kezdi a tanítványok előtt, hogy ne nyugtalankodjatok. Ne nyugtalankodjatok a ti szívetekben. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Nagyon fontos megszólítás ez, bátorítás ez, mert a mi világunk bizony nagyon nyugtalan világ. Minden ember többet akar, jobbat akar, talán ködösek az elképzelések, a tervek. Nyugtalan a mai élet. Hazánkban is nyugtalan. Tudjuk nagyon jól, tüntetések egymást érik. Mindig újabb és újabb követelésekkel állnak elő az emberek. És többet akarnak. Nincsenek megelégedve. Jövőtől várják a jobbat, a többet. De Jézus azt mondja ezen a helyen, hogy hinni kell, ember. Higgyél én bennem. Ez egy nagyon fontos tőke, mondhatni így is, a hit, hisz arra építkezhetünk, és az, amely bennünket kisegít, megsegít, fölsegít, talpra állít, vagy ha talpra álltunk, akkor megőriz a mi talpunkon. És elmondja itt ezen a helyen, hogy mi az ő célja azzal, hogy elmegy. Az én atyámnak házában van sok hely, bőven van mindenkinek helye, lakóhely, így fogalmaz. Nagyon szép kifejezés ez, mert nekünk fontos a lakóhely, fontos az otthon, fontos a kényelmes otthon, ahol valóban az emberi szervezet szóval rendbe jöhet, és épülhet, és készülhet a holnapra, holnap utánokra. Fontos ez, ami számunkra. Bár jó lehet, az Isten országa sokkal több, mert ott minden meg lesz. Nem kell regenerálódni. Minden ott lesz. És nekünk Isten biztosítsa többet, mint ami az Édenben volt. És ez egy óriási, nagy reménység, ami szívünk számára tudat, hogy mindent megkapunk, ami Urunktól, ami szerető megváltónktól, ami Istenünktől. Elmegyek, azt mondja az Úr, János 14-ben. Elmegyek tőletek, itt hagylak benneteket, hogy helyet készítsek néktek. És azt is elmondja, hogy majd visszajövök. Kész lesz a hely, akkor visszajövök, érettetek.
Látjuk Jézus végtelen szeretetét, irgalmát. Látjuk azt, hogy ő igenis gondoskodik rólunk, ránk tekint, nem hagy egyedül. Sohasem vagyunk egyedül. Nekünk abban a tudatban kell élni, hogy igenis Jézus, ami védőangyalaink, ott vannak mellettünk. Eljövök, érettetek. Ismét eljövök. Nem ez egy csodálatos ígéret? Nem egy csodálatos gondoskodás? Nem leszek örökké távol tőletek. Sőt, magamhoz veszlek benneteket, azt mondja az Úr. Én azt akarom, hogy ti is, akik enyeim vagytok, ott legyetek örökkön örökké, ahol én vagyok, az én atyámnál. Mi hivatalosak vagyunk. Jézus kiválasztott bennünket arra, hogy itt felkészüljünk. Az adott időben, még itt élünk a Földön, a vele való nagy találkozásra. És ő biztosít bennünket, hogy igenis eljön érettünk. Ne aggodalmaskodjatok. Nem hagylak el benneteket. Tovább hogyan folytatja a gondolatokat János evangélium a 24. fejezetében? Lapozzunk vissza, olvassuk a 4. és 5. verseket. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Aztán a 24. vers, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Sokat beszélünk a jelekről, ismét mondom, helyesen. De első helyen Jézus éppen a vallási jeleket említi. Jézus eljövetelének egyik legfontosabb jele az, hogy sokan jönnek, ahogy mondotta, szó szerint idézzük, az én nevemben. De vigyázz, nehogy elhitessenek azok, akik az én nevemben jönnek. Én vagyok a Krisztus. És azt is mondja, hogy bizony sokakat el fognak hitetni. Valóban nagyon sok keresztény vallás, felekezet, csoportosulás van, és mindenki úgy véli, hogy amit tanít, amit ő mond, az a helyes, az az igaz, az a követendő. De Jézus azt mondja, hogy ember, vigyázz! Vagy tovább, hogyan olvassuk az igét? Hallatok kell majd háborúkról, háborúknak híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, lésznek éhségek és dökhalálok és földindulások minden felé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Általános békétlenség, hogy említettem újra és újra, ezt kell látni. Háborúk vannak, gyilkosságok vannak. Hát bizony sajnos, ez a mai helyzet. Azt mondja az Úr, hogy ezeknek mind meg kell lenni. Éhségek vannak. Járványok vannak. Vagy a migráció helyzetéről is szólhatnánk az ige kapcsán. Emberek ezrei elindulnak otthonukból. Nem is tudjuk talán, vagy ők se tudják talán, hogy miért indulnak el. Csak egy biztos a jobb jövő reményében. Valamilyen ködös látásuk van a jövő felől, mert el vannak hitetve. És elindulnak és mennek, jobbat várva az élettől,
Nem is gondolnak sokan arra, hogy Jézusnál van a megoldás, az ő kezében van a megoldás. Nekünk ott kell lenni az ő kezében. Ő fogni akarja mi kezünket, támogatni akar. Ne rémüljetek meg, amit hallotok, amit láttok. Hisz tele van a kommunikáció, híradási eszközök, mindenféle modern eszközök, azzal, hogy az ember megrémülhet, valóban megrémülhet, kétségbe esett. Éppen ezért van jelentősége Jézus Krisztus azon mondásának, hogy higgyetek, építsetek rám. És akkor igazi jövőtök van. Én azt szoktam mondani, hogy ma csak az adventistáknak van jövője. Mert bennünket Jézus célba akar vezetni, célba akar juttatni. A cél nem a világ vége, ahogy a tanítványok is mondják, és nagyon sok ember hall a világ végéről, beszélnek a világ végéről. Ez a bűn történetének a vége. Akik Krisztusban élnek, akik Krisztuséi, azoknak csak jövőjük van. Csak jövőjük. Mégpedig a jövő az Isten országa. Dániel könyvét tanulmányoztuk az imént szombatiskolában. És azt láttuk, hogy igenis Dániel, aki hűséges volt az ő urához, Istenéhez, nagy befolyással bírt minden tekintetben. Nem csak úgy, mint magasrangú állami tisztviselő, hanem úgy is, mint hívő ember. Tiszteletet, megbecsülést tudott kivívni magának, elismerést. Mert hitt az ő urában, az ő Istenében. Nekünk is ez a mi feladatunk. Ugyancsak itt a Máté Evangélium 24. fejezetében a 42. vers, amit szintén jól ismerünk, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Nagyon szép figyelmeztetés. Ember, vigyáz! Fölmerül a kérdés, hogy mit jelent vigyázni ma, 2015-ben. Így halad az idő. Idősebb nemzedék jól tudja, hogy mit jelent ez a 21. század, ami számunkra. Vigyázás azt jelenti, ami számunkra, hogy tekintsünk fölfelé. Lássuk meg Jézus Krisztust. Higgyük el, amit mond. Ő eljön. És várom-e őt? És ha várom, hogyan várom őt? Az igazi adventist ezzel foglalkozik. Jézus eljövetelével. Erről beszél, ezt hirdeti, és felismeri annak szükségességét, hogy igenis készen kell lenni arra napra, amikor ő megjelen. Időpontot nem tudjuk, de a jelek azok beszélnek, hirdetik a menny igazságát. És a hívő adventist nem csak készülődik, hanem tudja azt, hogy készen kell lenni. Mindig készen kell lenni, abban a tudatban élni, hogy Jézus Krisztus érettem bármelyik órában, percben eljöhet. És ennek az ellentéte a gonosz szolga. Ahogy ugyancsak itt a Máté 24-ben a 48. verstől olvashatjuk. Ha pedig a gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, vészegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Halogatja még az én uram az ő eljövetelét. Mit jelent az, hogy halogatni?
Hát késik, igaz? Késik. Késik az én uram. És az ilyen ember magának él. Maga javát keresi. Nem tekint a második emberre. Nem figyeli a jeleket, és nem veszi komolyan a készülődést. A következő fejezet Máté evangéliumában jól ismerjük, a 25. fejezet és a 10 szűz példázata. Hívőkről van szó? Mondjuk így, hogy adventistákról van szó? Én azt mondom, hogy igen. Helyettesítsük be. A 10 szűzet az adventistákkal. Várják mindannyian az Urat vissza. Elfáradnak a várakozásban. Elalszanak a várakozásban. És éjfélkül milyen kiáltás hallanak? Ím, hol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Hát felébrednek mind a 10-en, igaz? Igen. Előveszik gyorsan a lámpásaikat. 5 azonban azt tapasztalja, hogy nincs elég olaj a lámpában. 5-5. Megvan felezve az arány. Felezett aránya 10-nek a fele. Elkészült, van elég olaj, 10-nek nincs elég olaj a lámpában. Késő már a kapkodás. Pedig jól ismerte mindenki az üzenetet. Jól ismerte, hogy készen kell lenni, nem elég készülődni. És amikor megjön a vőlegény, csak 5 tud csatlakozni a menethez. De a másik 5 is szeretnám bejutni. Nagyon komolyan veszi a bejutás szükségességét. Megy is, igaz? Elindul. Késő érkezik? Hát igen. Tudta az utat? Tudta. Kopogtatnak? Igen. De bentről egy elutasító szó hangzik. Nem ismerlek titeket. Nagyon szomorú ez, amikor Jézus valakinek azt mondja, hogy nem ismerlek. Pedig tudtad azt, hogy én jövök, de igazán nem készültél föl. Nem vetted komolyan az intést. Nem néztél fölfelé. Nem láttad a keresztet, amely éretted állítatott. Tehát Jézus a kereszten érettünk, adta az ő életét. Érettünk szenvedett. És a kereszt a megoldás tulajdonképpen. A jövő felé vezető úton. El kell fogadni, hinni benne, építeni rá, mert Jézus nem csak meghaltott, nem csak eltemettetett, nem maradt ott többi halottai közül. Az atya előhívta. Úgy, mint győztest. Úgy, mint aki minden hívőnek a megmentője. És lehetősége van mindenkinek az örök élet reménységében élni ezen a földön. Hála az Úrnak, az ő igéjének, hogy bátorít bennünket, vigyázásraint, készen létreint. És vegyük komolyan mi mindannyian, testvéreim, hogy legyünk készen. És készen várjuk nap, mint nap a mi Urunkat. Úgy kell nyugóra hajtani mi fejünket, hogy Uram, készen vagyok. Jöjj értem. A bátor ember, a bátor adventista így cselekszik. Legyünk bátrak. De azt is kérik az Úrtól, legyen hozzánk kegyelmes és irgalmas, amikor mi számot adunk egy-egy napról. Ő készséges, igen, megbocsájt, helyreállít. Kipótolja a hiányosságainkat is? Hát igen. Mi mindannyian szentek vagyunk. De milyen szentek? Akik még nem tökéletesek. És tökéletessé csak Krisztus tehet bennünket. És engedjük, hogy úgy munkálkodjon szívünkben, hogy mi tökéletes szentek lehessünk, de az ő kegyelméből. Amen.